mint az közismert, a 2019. évre vonatkozó költségvetés tegnapi végszavazása után egyértelművé vált, hogy a magyar tudományosságra szánt közel 70 milliárdos összeg az új innovációs minisztérium alá lett betolva. Az eddigi sajtóban főleg a Magyar Tudományos Akadémia, amelynek épülete előtt állunk jelenleg, 28 milliárdos támogatása került főleg kitárgyalásra, de itt is szeretnék arra utalni, hogy az egyetemek kutatás fejlesztésének 29 milliárd forintja is az Innovációs Minisztérium költségvetésébe került be, illetve az OTKA, tehát az alapkutatásokra szolgáló 13 milliárdos alapról is szó van. Tehát összességében 70 milliárd forint került most úgy a miniszter úr, Palkovics miniszter úr innovációs minisztériumának a költségvetésébe, hogy a további sorsáról érdemi információkkal egyelőre nem rendelkezünk. Ezt a kérdést a tegnapi nappal nem lehet lezártnak tekinteni, ezt mind a Jobbik, mind jó magam személyesen is folyamatosan monitoringozni fogjuk. Itt emelném ki azt a tényt, hogy az Európa Tanács Kulturális Oktatási és Média Bizottsága, amelynek néhány hete tagja lettem, megbízott azzal, ez korábban egyébként a Magyar Távirati Iroda is hozta már hírben, hogy készítsek átfogó jelentést az Európa Tanács számára az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát érintő esetleges veszélyekről. Én ebbéli funkciómban is természetesen a saját hazámban is ezt a kérdést folyamatosan vizsgálni kívánom. Ezen kívül azt szeretném kifejteni, hogy a tegnapi döntést előkészítendő, amikor az illetékes oktatásért is felelős kulturális bizottság erről a kérdésről vitát tartott, akkor a legrosszabb bolsevik időket idéző elnöki stílusban és vezetésben volt jó magamnak is személyesen is részt venni Pósán elnök úr részéről, hiszen Vékás professzor úrnak, a Magyar Tudományos Akadémia alelnökének teljes 5 percben volt módja bármit is elmondani a kormány jelenlévő képviselőivel szemben és a bizottság tagjainak érvelni amellett, hogy 54 perc után nem jó egy ilyen intézménynek a költségvetését egy minisztérium alá berakni. Majd az egyes képviselő hozzászólásokban is 2 percben tudtuk kifejteni véleményünket. Ahogy akkor is kifejtettem, arról egy értelmes szakpolitikai vitát, hogy a Magyar Tudományos Akadémia struktúrája, a magyar tudományos kutatásra folytatott pénz valóban a legjobban hasznosul-e, nagyon is érdemes volna, hiszen azt azért látni kell, hogy a Magyar Tudományos Akadémia nyilvánvalóan egy olyan struktúrát képviselt, amelyet érdemes volna szintén átvinni a 21. században. Ugyanakkor azt is ki szeretném emelni, hogy a tudományos kutatásoknak az a része, amely az egyetemeken zajlik, az én szempontomból az eddigiekhez képest sokkal kiemelkedőbb költségvetési támogatásban kell, hogy részesüljenek, hiszen, mint az közismert, az egyetemeken folyó kutatásokra alig van pénz. Itt, ha csak a sajtóban megjelent legutóbbi híradásokra gondolnak, hogy milyen egyrészt szégyenletesen alacsony bérezésben részesülnek egyetemi oktató kollégáim, itt utalnék arra, hogy mindenről természetesen részben azért is igyekszem folyamatosan politikusként is tájékozódni, mert mint volt egyetemi vezető, és a Magyar Rektori Konferencia Bölcsészettudományi Bizottságának volt titkára, azt gondolom, hogy erre mind szakmai, mind politikai legitimitásom megvan. Tehát mind az egyetemi oktatók bérezése tekintetében, mind az egyetemek kutatásra fordítható költségvetése rendkívül alacsony színvonalú, és ezt a kérdést, ahol ugye az egyetemeken ráadásul a tudományos eredmények azonnal hasznosulhatnak az oktatásban is, ezt ebben a komplexitásban kellene tárgyalni. Sajnos miniszter úr eddigi érvelése, miszerint itt most hatékonyabban lehetne kutatni, abszolút nem hiteles, hiszen itt utalnék arra a hírre, ami néhány napja jelent meg, hogy például az ELTE kutatói most egy vadonatúj eljárást fejlesztettek ki a drónokra vonatkozóan, miközben hosszú évtizedes kutatómunkát végeztek a halrajok és madárrajok mozgásáról.
Tehát itt látszik az a fajta komplexitás, ami úgy tűnik Palkovics miniszter úr nem nagyon ért, hogy a tudományban az nem úgy működik, mint az ő korábbi munkahelyén, hogy kiadom a menedzseri utasítást, és a végén kipottyan a csavargyár végén. A magyar tudomány lényegesen többet érdemel ennél, a Jobbik, mint valóban polgár és valóban konzervatív nemzeti néppárt, ezért az oktatásra és a tudományos kutatásra kiemelt költségvetési forrásokat juttatna.